A mindenkori városvezetésnek az adott időszak lehetőségeihez alkalmazkodva kell irányítani. Nem lehet homokba dugott fejjel várni az események alakulását, mondta Bozsodik Róbert polgármester. Bizonyos kérdésekben visszám kell lépni, bizonyos kérdésekben fiskálisabb gazdálkodást kell folytatni, akkor ez alkalmazkodni kell, hiszen nem csak jelen pillanat és a jelen költségvetését kell összeállítsuk, hanem mindig egy kicsit előre kell gondolkodjunk, és a jövőre vetítve olyan költségvetést kell végrehajtsunk, ami stabilitást adhat a következő esztendőkre. Erre jó alapot adott az, hogy a mai testületülésen tárgyalhattuk a 2019 évről szóló pénzügyi beszámolókat, amelyek megalapozták a 2020 évi költségvetést. Stabil számokat kaptunk vissza a gazdálkodásunk tekintetében, amelyek most már pontosan félére alátámasztják, hogy jól gazdálkodtunk 2019-ben, mind a önkormányzati szinten, mind pedig a társulások tekintetében. És a mai nap folyamán azokat a beszámolókat is elfogadtuk, amelyek a társulási működésből adódó pénzügyi elszámolásokat is tartalmazzák, hiszen nekünk az érintett felekkel minden esztendőben félére el kell számolni. Ezt is jóvá hagytuk, mind a közös hivatal, mind az egészségügyi társulás, mind pedig az oktatási társulás tekintetében. Döntöttünk a 2020 évi költségvetés módosításáról is, és ahogy néhány pillanat előtt mondtam, valóban a veszélyhelyzet már egy új 2020-as költségvetés tervezési gondolkodást igényel. A veszélyhelyzet idő alatt egy sor döntésben már visszaléptünk, ezeket realizáltuk most a 2020-as költségvetés egyes szám módosításában, képeztünk egy egyensúlyi tartalékot. A gondolkodásunkat alátámasztotta, hogy a döntésünk meghozatalát követően már kormányzati elvonásra került sor, mint egy 21 millió forint értékben a GPR-mi adó tekintetében, és hát a védekezési költségeket is saját magunknak kellett előteremteni a költségvetésen belül, ezekre a fedezetek rendelkezésre állnak, és hát amennyiben szükséges, még korrigáljuk 2020-ra a költségvetést annak érdekében, hogy 21-re egy megalapozott gazdálkodásra tudjunk majd átmenni. A megszorítások alapvetően az intézményi működést nem befolyásolják. A kötelező feladatok és szolgáltatások zavartalanul tudnak működni. Viszont voltak olyan fejlesztési, jóléti, szépítészeti elképzeléseink, amelyekről most le kellett, hogy mondjunk annak érdekében, hogy egyensúlyt és biztonságot tudjunk a költségvetésen belül teremteni erre az esztendőre. Ezzel párhuzamosan kezdetét veszi a város történetének meghatározó beruházása, új művelődési ház megépítésének első lépéseit tette meg a város. Azt gondolom, hogy évelején egyértelműen megfogalmazta a képviselőtestület, hogy egy új közművelődési teret, vagy ahogy vidéken fogalmazunk, egy új művelődési házat kellene Bátaszéken megvalósítani, és ennek a folyamatát kezdjük meg most, hiszen a képviselőtestület döntött arról, hogy egy tanulmányterv összeállításához költséget rendelünk. Ebben egyrészt szakmai oldalról készítünk egy olyan anyagot, hogy mit is szeretnénk csinálni, mit is szeretnénk ebben az épületben, minek is szeretnénk majd otthont adni. Ezt a közművelődési bizottság, illetve a közművelődési szakembereink fogják ezt összeállítani, és ehhez igazodóan az építés szakma készít majd egy látványtervet, egy helységkiosztást és egy költségvetést, hogy ezek az elképzelések forintálisan, műszakilag hogyan tudnak majd megvalósulni. Ezt a tervet szeretnénk augusztus hónapig elkészíteni. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan folynak már azok a beszélgetések, hogy a mi általunk megálmodott elképzelés realitássá váljon, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem önkormányzati szintű beruházás, ezt mindenképpen csak kormányzati támogatással lehet megvalósítani. Bízunk benne, hogy a kormányzat politikai és közművelési oldala is támogatja, hogy a ciklus végén Bátaszéken egy új művelési központot láthatnak majd a bátaszékiek. A pályázatok adta lehetőségekkel élve több építkezés és korszerűsítés kezdődik meg rövidesen. Pályázatot fogunk benyújtani annak érdekében, hogy Bátaszéken a Budai utcának a nyugati részén, a Bezerédi utcától a Kövesdi utcáig fel tudjuk újítani a járdaszakaszt. Erre vonatkozóan ugye megjelent a belügyminisztérium pályázati kiírása, a képviselőtestület döntése alapján 20% önerőt vállalunk egy 25 millió forint összértékű beruházáshoz.
pozitív elbírálás esetén ez a szakasz végre meg tud újulni, és hát balesetmentesen tudják majd az érintettek megközelíteni többek között a gyermekorvosi rendelőt. Döntöttünk arról is, hogy a tájház felújítása érdekében tervezők kiválasztása történhessen meg, és az előkészítési feladatok alapján reményeink szerint július 15-i egy újabb pályázatot tudjunk benyújtani, amely lehetőséget teremtene arra, hogy a bátaszéki tájház műszaki szempontból egy stabilabb, megújított állapotba kerülhessen az elkövetkezendő időszakban. Természetesen a pályázat benyújtásán azért volt szükség, mert az a műszaki tartalom, amelyek a tervezők előzetes információ alapján meg kell valósítani, önkormányzati saját forrás nem áll rendelkezésre, tehát mindenképpen szükséges, hogy kormányzati, illetve alapítványi támogatással beruházáshoz forrásokat tudjunk szerezni. Várhatóan valamikor az év vége felé talán egy nyertes pályázat esetén a munkálatok is meg tudnak majd kezdődni. Emellett folytatódnak a felújítási munkálatok a városi zsidó temetőben. Most télburkolatokat és egy műemléket építetni a városi temetőben. Emellett elkezdődik az óvoda teraszának felújítása is, mely jelen állapotában balesetveszélyes. A beruházás 7 millió forintból a nyári szünet alatt készülhet el.